Nagy-nagy szeretettel köszönjük a kedves nézőket, VNTV-t, vagy Viva Natura televíziót láthattok. Ezenből is az FAQ adássorozatunkat. Az FAQ annyit tesz, hogy felelősségvállalásunk koeficiense, vagy felelősségvállalásunk mértéke, aminek óriási szerepe van a mai életünkben, mert hogy az az ember, aki csak megkajál mindent, amit a médiából hall jobbról-balról, az egyszerűen ki van szolgáltatva az eseményeknek, és ugyanakkor látjuk, hogy ezt az ős bizalmat, ami az emberekben benne van, hogy mindig jót akarnak nekik, ezt mi egyre jobban érezzük sértegetve, már nem vagyunk olyan biztonságosak az élelmiszerboltokban, nem olyan biztonsággal lépünk az utcára, gyakorlatilag ez az a fajta hozzáállásunk az élethez, ez nagyon megváltozott, és ezt jó irányba is lehet fordítani mindenféleképpen. Szendi Gáborral beszélgettünk, szervusz Gábor. Azért tegezünk, mert 10 éve, amikor először az első könyvet kiadtad, akkor már vendégünk voltál egy rendezvényünkön, és az a fajta gondolkodásmód, amikor az állóvízbe bedobálod a kavicsokat, és ez most hagyj legyen az én analógiám, a te munkásságod, az nekem nagyon tetszik. És igazából ezt az első kérdéskört szeretném megbeszélni veled, ami arról szól, hogy van egy olyan fogalom, hogy létrontás, ez Hanvas Béla fogalmazta meg, és tulajdonképpen arról szól, hogy az emberek jó indulata mellett, vagy érdektelensége mellett, ezt majd te kifejted, de a háttérbe folyamatosan megetetjük őket minden olyan altató dolgokkal, amiről azt hiszi, hogy ez neki jó az oltástól kezdve, a politikai történelemhamisításon kezdve, a társadalmi manipulációkon keresztül, és ezer egy példát szeretnék elmondani, és ez folyamatosan alása azt a fajta rendszerünket, amit úgy érzünk, hogy egy ilyen ősbizalom mező. Tudod, minden csoporttudatnak megvan a maga mezője, vagy mezője, teljesen mindegy, hogy fogalmazunk, és hogyha ebbe komoly sérüléseket érez az ember, hogy egy idő múlva teljes egészében elveszte a gyökereit, elveszte a kapaszkodóit, lásd egy ilyen minimális felfordulás a világban, ami most van, és már is az emberek jobbra kapkodnak a levegőért, és elvesztik azokat a stabil dolgaikat, amit tulajdonképpen nem stabilak, csak igazából megbíznak bizonyos forrásokban, és ez lenne az első kérdésem, hogy te, aki pontosan arról vagy a számomra nagyon ismert, és amiért felnézek rá, hogy soha nem elégedtél meg egyetlen egy forrással, mindig utána mentél, és körbeástad azt a dolgot, amivel foglalkoztál, így nem lehetett téged soha, bocsánat, becsapni, vagy átverni, hanem így alakult ki egy reális nézeted a dolgokról, hogy az emberek ezt a fajta gondolkodást, ezt nagyon kevesen teszik meg, mert nagyon fárasztó, mondja Henry Ford, hogy látod ezt a kérdést? Az emberek ősbizalma, illetve az, hogy ők maguk adták el ezt a lehetőséget, hogy a világ dolgait jobban megfigyeljék, és az irányításuk alá vonzák? Hát ugye a történelem során, ha visszamegyünk a középkorba, akkor az embereknek volt egy ilyen naív hite, a vallás, meg az uralkodó eszmék, amik nem változtak olyan gyorsan, azokba lehetett hinni. De az emberek akkor is ugyanolyan naívak voltak, tehát meggyőződésem, hogy a ruhánk változik, de a gondolkodásunk az alapjában ugyanaz maradt. Tehát a mai ember is ugyanúgy vonzódik misztikus tanokhoz, abszolút tudományon kívüli bizarr elképzelésekbe, 100 milliók hisznek, olvasgatják az asztrológiai rovatokat, és kártyavetőhöz járnak, ha meg akarják tudni a jövőt, és így tovább, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a kőkor óta nem nagyon változott a gondolkodásunk, csak szofisztikáltabban fejezzük ki magunkat. Na most ezért ez a naív ember, akivel ugye még Kolumbusz is találkozott Amerikában, ez a naív indián, mi is naív indiánok vagyunk, akik tátott szájjal nem az igazságra vagyunk éhesek, hanem annak a látszatára, hogyha valaki úgy tudja eladni nekünk a dolgot, hogy az igaznak tűnik, vagy minket meggyőz. Tehát ez az, hogy Amerikában mindig a pár centivel magasabb jelöltet választják meg elnöknek, és így be lehet jósolni, hogy ki lesz az elnök. Ugye ez is azt mutatja, hogy
néha olyan egyszerű dolgok irányítják az emberek választását, miközben meg vannak győződve arról, hogy nagyon racionálisan gondolkodnak. Most ugyanez a helyzet a tudománnyal is. A tudomány ma már gazdasági érdekek kifejezőjévé vált. Tehát nincsen független szabad tudomány, illetve a periférián van. Mert hiszen mindig vannak olyan kutatók, akik vagy nem nyertek ösztöndíjat, vagy egyszerűen csak becsületesek, vagy még túl fiatalok, és az igazság érdekli őket, és még nem fertőzöttek meg valamilyen téves eszme által. Tehát a tudományt föl lehet osztani lényegében egy ilyen mainstream akadémikus tudományra, és aztán van a periférián. Most a periféria nyilván nem jut igazán szóhoz, ez csak szaklapokba, sokszor nem is a leghíresebb szaklapokban megjelenő publikációkban lehet ezeket az eredményeket megismerni. És én állandóan ebbe is ütközöm bele, hogy mondjuk ha beírod a koleszterin hipotézist a keresőbe, mondjuk a Medline nevű nyilvános orvostudományi adatbázisba, akkor elsőre nem a cáfoló cikkek fognak kijönni, hanem kijön 10 000 olyan, ami igazolja, hogy a koleszterin veszélyes. Ebből az következik, hogy még ha valaki venné is a fáradtságot, hogy ellenőrizze a tudományos tényeket, hogy tényleg úgy vannak-e azok, ahogy hirdetik, abba ütközne bele, hogy mindenhonnan az jönnek ki, hogy igen, hát nincs itt semmi probléma. Van egy kis ellentmondás itt, ezt elmondani. Azt mondod, hogy 100 millió ember képes elmenni a Jósdába, stb., és nem a tudományhoz fordul, ugye ezt pontosan így fogalmaztad. Na most, hogyha én meghallgattam a gondolatod második felét, hogyha én a hivatalos mainstream tudományhoz fordulok, talán sokkal kisebb esélyem az igazságot megtudni, mint hogyha a jósomhoz elmegyek. Most ez, tudom, hogy humorosra vettem a dolgot, de igazából a te szavaid élve egyiken keresztül sem találom meg az igazságot, amit keresek. Mondjuk most egy koleszterinről beszéltünk, tehát azért nem megyek el a Jósdából, hogy megtudjam, hogy mi van a koleszterin szintemmel, ez egy jogos dolog, de ha elfogadjuk a mezőelméletet, hogy a mezőelméleten keresztül viszont tudunk térben és időben utazgatni, és ez is már egyfajta perifériára szorult tudománynak az egyik állítása, akkor talán ők is ugyanúgy ki vannak szorulva a tudomány jelenlegi forrásaiból, mint azok, akik egyébként ma a koleszterin elvet még mindig fenntartja. Én csak ezen, tehát hogy ma én azt hallom, hogy tudomány, hogy leírják azt, hogy a NASA azt mondta, csak hogy minden hajbókolnak, és mindenki elhisz minden, és tulajdonképpen ebbe tegyünk már rendet, hogy egy felelősséggel gondolkodó ember ma hogy tud igazán információhoz jutni, amire utána alapozza a véleményét, hogy valamilyen tisztánlátása legyen a bármiféle események kapcsán. Én pusztán csak azért hoztam szóba a különböző misztikus, ezoterikus tanokat, meg hasonlókat, mert hogy az a baj, hogy az átlag ember az a tudományhoz is ugyanúgy viszonyul, mint mondjuk az asztrológiához. Tehát körülbelül nagyjából valami olyasmit elképzel el, ugyanolyan módon gondolkodik a tudományos eredményekről, mint mondjuk a csillagok állásáról. Tehát így gyakorlatilag van egy racionális máz az emberek gondolkodásán, ezt az iskolázottság adja, és alatta van egy mágikus gondolkodás. És ezzel a gondolkodással nem lehet igazából megismerni a világot korrektül. Tehát ha valaki autonóm szeretne lenni az ismeret szerzésben, annak először egy kritikus, racionális gondolkodásra kéne szert tennie. A saját fejlődésem történetét tudom csak elmondani példának. Én annak idején Szentírásnak vettem a pszichiátria állításait, egy nagy kézikönyvbe írtam egy vastag fejezetet az emberi agy működéséről, és abban úgy idéztem a pszichiátriai kutatás publikációit, mint a teljes igazságot. Nagyon sokáig elhittem a koleszterin hipotézist, nagyon sokáig elhittem a só hipotézist, tehát nem ettem zsírt, nem sóztam az ételeimet, kidobtam a tojássárgáját. És
aztán egyszer eljutottam egy olyan korszakba, amikor azt mondtam, hogy de nézzük meg, hogy most ezek tényleg így vannak-e. Csak egyszerűen magazin cikkeket akartam írni, hogy az embereknek eljutassam a tudományt, mert hogy végül is ugye ma a tudomány az fönt az elefántcsontoronyba székel, és a média munkások meg éppen valamit előkapnak, és akkor azt közreadják tudományként. És akkor szembesültem azzal, hogyha az a feltevésed, ha abból indulsz, hogy mi van, hogyha nem igaz a koleszterin hipotézis. Tehát ha így teszed föl a kérdést, és elkezded a kétkedés jegyében keresni a cáfoló vizsgálatokat, akkor egyszer csak kiderül, hogy van egy titkos ajtó, amit ha kinyitsz, akkor amögött rengeteg tudományos kutatást fogsz találni, csak oda nehéz eljutni. És akkor kinyitottam a sóhajtót, kinyitottam a melanóma ajtót, egy csomó ajtót kinyitottam, és mindig az derült ki, hogy pont a homlok egyenest, amit a közegészségügy vagy a hivatalos tudomány állít, annak az ellentéte igaz. De azt gondolom, hogy ezt az átlagember ezt nem tudja megtenni, mert nincs is hozzáférése. A szakirodalom az nem tudja olvasni, nincsenek meg a készségei, sok év alatt lehet ezt elsajátítani, az ember ilyen cikkeket el tudjon olvasni, össze tudja foglalni több cikknek esetleg egymásnak ellentmondó állításait, meg tudja vizsgálni, hogy ez miért tudott az ellenkező eredményre jutni. Annak mindig oka van. Tehát a vizsgálati metodikában vagy egyebekben én hiszek abban, hogy egy igazság van a tudományban. Csak amikor úgy lehet beállítani, hogy több igazság van, akkor az csak arról szól, hogy különböző felállásban, különböző módszertannal, különböző erejű vizsgálati módszerekkel jutottak a következtetésre. Ugye ezt látjuk, hogy visszatérve egyébként visszacsatolva, hogy ebből teljesen egyetértek, veled David Icke írja a legnagyobb egyetlen igazság van a végtelen szeretet című két kötetes könyvébe, hogy az ezotéria édes meleg maszlagát is mesterségesen alkották meg ugyanazok a körök, akik irányítják a médiát, és most nem ilyen összeesküvés elméletről beszélünk, hanem tényekről beszélünk, akik a sóhipotézis felállítják, a koleszterin hipotézis felállítják. És igazából, amikor kérdezted, hogy tudomány szó, akkor mindig megkérdezném, hogy akkor most melyik tudományról van szó, mert számomra is az a hiteles tudomány, ami vágd és mérd, és abból jöjjenek az eredmények. Tehát nem a tudomány elefántcsont várja, hogy fogalmaztál, ott élnek az emberek, és ugye látjuk, hogy Newton óta hányszor megdőlt már ez a tudomány, és minden 50 évben egyszer azért megdől, és utána a megdőlés után, hát mi ugyanezt mondtuk akkor, de hát akkor nem lehetett mondani, és ugye elfoglalják helyette azokat a helyeket. Szóval ezt az egész gépezetet szeretném veled átlátni, hogyha a médiához nyúlok, vagy annak idején a templomban mit hirdettek ki, mert ott az volt, hogy egyetlen egy forrás az embereknek a tudással kapcsolatban. Ha megnézem a tudományos publikációkat, vagy ha Magyarországra érkezik egy telefon, gyerekek, akkor most nyomjuk ezt a só dolgot meg egy kicsit. De ott van mögötte már azoknak a gyógyszereknek az ezrei, amit a sóhiányos állapot miatt majd az emberekkel be kell szedetnünk, tehát is látjuk, hogy megint üzleti alapon, ha nem értesz valamit, keresd mögötte a pénzt, ez egy örök nagy igazság, hogy lehet ebből az egész léthamisítás, és nyugodtan fogalmazunk ezzel, ez egy szó, ez tökéletesen kitalálta Almas Béla, hogy lehet ebből kikerülni szerinted? Mert ez a léthamisítás vezette oda az emberisége, hogy analógiában egyre szennyezettebbek az erdeink, a valóban egyre szennyezettebbek a tengereink, egyre szennyezettebb a tudatunk, a tudatalattink, és folyamatosan nem a tiszta forráshoz jutunk el, ezt hívhatjuk tiszta tudománynak is, hanem folyamatosan ez a szennyezés megy, és egyre jobban rakódik az emberiségre, és folyamatosan nyeljük a saját kis hülyeségünket. Én azt gondolom, hogy nincsen jó válasz. Tehát nem tudunk egy olyan receptet adni, amit most én itt elárulnék, és akkor aki ezt meghallaná, az akkor már onnantól tudná a helyes utat. Ugyanis már ott kezdődik, hogy sokan meglátnak engem mondjuk a képernyőn, és azt mondják, hogy hát ez hülye, ezt ismerjük, és már lekapcsolják a tévét. Vagy ott ülnek és röhögnek azon, amit mondok. Tehát gyakorlatilag ugye az a nagy probléma, hogy a
az, hogy ki a hiteles állító, vagy hiteles vezető, vagy eszmehirdető, az igazából marketing kérdése. Tehát ugye ezt a szociálpszichológiában úgy kutatják, hogy a hiteles közlés, és akkor milyen feltételek, és akkor legyen az illetőn fehér köpeny, aranykeretes szemüveg, és írjuk elé, hogy a Harvardon nem tudom én milyen professzor, és akkor már ő hitelesen, hitelesnek tűnik az, amit mond, és itt tovább. Én másképp közelíteném meg a dolgot. Én azt mondom, hogy az evolúció az mindig is tartott, most is folyik. Az információ társadalomban az evolúció szelekciós tényezője vagy mechanizmusa az, hogy ki az, aki képes a hiteles információt elválasztani a dezinformációtól. Most ezzel nem mondtam semmit, mert ettől én most én nekem, ha mondjuk beszélnék a sóról, nem biztos, hogy én vagyok a hiteles információ. Én persze annak gondolom magamat, de mindenki annak gondolja magát, aki mondja az akármilyen hülyeségeit. Tehát gyakorlatilag az egyes embernek kell olyan képességekkel rendelkeznie, amitől ő pofára, társadalomban betöltött szerepére, vagy bármire építve, vagy csak megérzésre azt mondja, hogy szerintem ez a Pali igazat mond. De ez kiszámít. Belső érzék, egy intuíció, igaz? Hogy... Igen, csak hát ez rengetegszer megcsalja az embereket, de ez az evolúció. Tehát az evolúció, ha visszamegyünk az őserdőbe, akkor az arról szól, hogy két ember megy, az egyik meghallja, hogy recsen az ág, és megrántja a vállát, a másik meghallja, hogy recsen az ág, és kézben tartja a dárdáját. Az egyik még nem dőlt el, hogy kinek van igaza. Csak lényeg az, hogy olyan apróságokon múlik az, hogy végül is hosszú távon ki az, aki életben marad, ki az, akinek sok utódja lesz, és az ő génjei, az ő gondolkodásmódja átörökítődik. Nagyon sok kis tényező múlik. Tehát most nem tudjuk megmondani azt, hogy egy mai embernek mi a recept arra, hogy fölismerje, hogy ki a Kókler, és ki az, aki hitelesen beszél. Mondjuk egy érdekes szempont, de ez még mindig nem perdöntő, hogy az illető érdek nélkül beszéle. Van-e neki üzleti vállalkozása például? Én a Paleóba mindig mondták, hogy te hülye vagy, hogy nem indítasz kereskedés, meg egyebek. Mindig azt mondtam, hogy ha valaki hitelesen akar egy elméletet képviselni, akkor az ne akarjon árusítani benne, mert ha árusít, akkor onnantól már elfogult a saját teóriájával szembe. Mindig példának mondtam, hogy ha holnap kiderülne, hogy mondjuk a mandula liszt ártalmas, akkor ha én azt árusítom, és a raktáromon van 20 tonna, akkor már kevésbé vagyok motivált arra, hogy azonnal bejelentsem, hogy kiderült, hogy a mandula liszt ártalmas. Ha viszont egy független kutató vagyok, akkor azt mondom, hogy kérem, most derült ki, most jött ki a vizsgálat, de eddig nem tudhattuk, amit most kiderült, tehát akkor most ezt mostantól ne együk. De tegyük az, hogy a mandula liszttel semmi baj nincsen, hogy valaki belehallgat az előadásba is. Gandhi jutott eszembe, aki azt mondja, hogy először tudomást se vesznek rólad, aztán megpróbálnak nevetségessé tenni, aztán megpróbálnak elpuszítani, de a végén úgyis te győzöl. Ez a négy lépcső van, tudod? Ugyanez van, hogy amíg nem is hallanak róla, addig azt hülyészhetnek nyugodtan, utána megpróbálnak nevetségessé tenni, amit az előbb mondtál, utána megpróbálnak kicsinálni, de nincs gazdasági vállalkozásod, akkor nem tudják megcsinálni. De ha az ember elég kitartó, akkor ébred. És az jutott eszembe, amit mondtál, hogy az előző evolúciós ugrásnál, amikor az őstengerek elkezdtek kiszáradni, és ott nagyon gyors evolúciós ugrásra volt szükség, mert meg kellett tanulni koportyúval, tüdővel lélegezni, mert az nem bírt kiszállni a szárazföldre, kievickélni, aki erre nem volt erre a lépésre képes. Aki ma ebben a világban nem tud szelektálni, hogy el tudja választani az ocsut a búzától, most ez egy nagyon hülye allegória volt megint, aki nem képes föl tudatosan, éber tudatossággal látni, hogy mi folyik itt a világban a létrontás kapcsán, na ő a nem túlélő. Ott is sokan reklamáltak, hogy gyerekek, mikor jön már vissza a víz, ugye? Hogy itt elmenne az áram, mikor jön már vissza az áram, ugye? Akinek nem jött
vissza a víz, az ott pusztult el a parton. Aki képes volt DNS szinten átalakulni egy-két éjszak alatt, az kimászott a partra, és abból vagyunk ma mi. A kis csupasz őség, de erről majd egy másik adásban beszélgetünk. Tehát gyakorlatilag most is egy evolúciós ugrás előtt állunk, hogyha jól értettem a szavaidat. Mit szólsz ezt? Tehát egy kulminációs ponton túljutottunk, elmocskolódott a mindenség, amit tudománynak hívunk, mindenbe csalódtunk, ez a önbecsapás, illetve megvezetés, aminek épül ez az egész társadalom, hogy mindig valami hűítés kapcsán te mindig azt csináld, amit elvárnak tőled, és ezt a médiában, tudományban mindenütt képesek irányítani. Na, aki erre rájött, erre a szisztémára, és szeretne most már normális életet élni, na, annak van egyedül, ő az evolúciós túlélő, ha jól értettem a szavaidat, de nem szeretném a szádba adni a szavakat, létszeres mondd el, te ezt hogy látom. Igen, hát tehát most azt gondolom, hogy keresni kell azt a idézőjelbe vezetőt, nem biztos egy konkrét személy, hanem egy irányzat. Keresni kell azt az irányzatot, ami az eredményekkel igazolta, hogy amit állít, az működik. Mert hát nagyon sok ilyen mindenféle vackokba bíznak az emberek, hogy majd attól nem lesz nekik rákjuk, de még nem láttak egy vizsgálatot sem, amiben feketén-fehéren kimutatták, meket egyáltalán azon kéne elgondolkodni, hogy mi okozza a rákot. Tehát én azt hiszem, hogy a szelekció az, hogy ki az, aki képes megtalálni a valóban hiteles embert, a hiteles eszmét, a hiteles irányzatot, és nem csak a hitelesnek látszót, mert hiszen mindenki valóval lecsatlakozik, csak aztán az életével fizet azért, mert rossz irányba ment. Tehát csak ezt tudom mondani, hogy kicsit próba szerencse alapon is, meg valószínűleg van egy csomó tényező, amit figyelembe lehet venni, de amit mondtál, idéztél Gandhitól, Schopenhauertől, sok mindenkitől szokták ezt idézni, ezzel az a gond, hogy előre nem nincs jósló értéke. Tehát az, hogy valakit sokat támadnak, az nem garantálja, hogy ő neki igaza van. Sokan vissza is élnek ezzel, hogy terjesztik magukról, hogy őket üldözik, meg börtönbe ültek, de ők akkor is hirdetik az igazságot. Ezt egy szélhámos is mondhatja. De önmagában a mártírság az még nem garancia semmire. Az, hogy valaki mondjuk őrült eszméket hirdet, ettől kinevethetik, és ő mondhatja az ő híveinek, hogy látjátok, majd most kinevetnek, de majd egyszer én lesz, nekem lesz igazam. És lehet, hogy rengeteg ilyen ember van, és ezek mind eltűnnek a süllyesztőbe, és kétségtelen lesz köztük néhány, aki a végén eljut oda, hogy neki lett igaza. De ez csak visszafele igaz. Tehát sajnos ezek a külsőleges jellemzők, ami miatt emberek hinni kezdenek a hosszú szakálló őszhajú bölcsben, vagy akárkiben. Ezek mindig külsődleges jellemzők, amikkel remekül vissza is lehet élni, és vissza is élnek. Vagy az illetőnek egyszerűen adottság, hogy annyira megnyerő a fizimiskája, hogy neki aztán mindent elhiszünk. Pont a paleó kapcsán például abba ütköztem bele, írogatják is nekem a leveleket, hogy de hát itt most itt van ez az illető, ez is tudományos érvekkel alátámasztja, hogy a paleó milyen hülyeség. És akkor azt ilyenkor vissza tudom írni, hogy nézze, én egy e-mailben nem fogom tudni megoldani ezt a problémát, hogy maga kinek higgyen. És a puding próbálja az étkezés című. Ez a másik dolog, hogy próbálja ki a paleót egy kis ideig, és utána el tudja dönteni, hogy az előző életminőségéhez képest milyen volt. Most ebbe az utcában nem menjünk bele, volt még egy fölvágásod, az, hogy az evolúció nem fejeződött be. Szerinted most milyen evolúciós lépcső következik az emberiség történetében? Hát én csak a egészség szempontjából gondolkodom. Ugye itt két probléma van. Az egyik az, hogy hogyan szabaduljunk meg a civilizációs betegségektől. Tehát én azt gondolom, hogy ma a nyugati világ, beleértve Magyarországot is, egyszerűen a szakadék szélén áll. Tehát egészségügyi értelemben, tehát hatalmas szellemi kapacitás van, de közben ezek a termékeny agyak rendkívül sérülékeny testben vannak.
A másik nagy probléma, ami evolúció szempontból egy nagy probléma, hogy drámaian csökken a szaporodás. Tehát Németországban a 45 év fölötti nők 27%-a gyermektelen. És ebben nem csak az van benne, hogy különböző hormonális meg egyéb okokból nem sikerült megtermékenyülniük, hanem tudatosan választották. Amerikában már egy mozgalom van, több mozgalom is van, különböző elnevezéssel, ami azt hirdeti, hogy ketten elegen vagyunk. Tehát ez az individualizmus kora, és az individualizmussal az a nagy probléma, hogy egyre inkább csak az egyént állítja középpontba, és elfelejti azt, hogy az egyén a közösség nélkül meghal. És tulajdonképpen ez a fajta izoláció vezet oda, hogy az emberek nem akarnak gyermeket szülni, mert minek, ők jól el vannak. Ez az izoláció valószínűleg szerepet játszik abban is, hogy annyira manipulálhatók az emberek. Nézd meg az ámisokat, vagy a huteritákat Amerikában. Most nem azért, hogy azt kívánnám, hogy örekedjünk meg a 19. század szintjén. De önálluk van még egy olyan közösség, amelyikben uralkodnak olyan életelvek, amik megfelelbezhetetlenül megmondják mindenkinek, hogy hogy helyes élni. Ma nincs ilyen. Ma mindenki összekotor magának valamit, ami szerinte igaz, akár etikailag nézzük, akár táplálkozásban, akár más életmód tényezőkben. Megint Hamvas Bélát kérdezni, azt mondja, hogy a jelenlegi társadalmuknak nincsen hagyományuk, amelyet te beszélsz, csak kultúrájuk. Most ez a multikulturális massza, amiben benne van az élelmiszermérgezés, benne van a gyógyszerek által mérgezés, benne van a mentális mérgezés, hogy ketten elegek vagyunk, vezetett el odáig, hogy ezt a gondolkodó lényt, aki viszont ebbe a csökevényes testben él, ahogy fogalmaztál, mert el van mérgezve, ez valamilyen módon, ez viszont ellenség, mert ez kezd fölébredni, még ebbe a szerencsétlen csökevényes testbe is elkezdünk gondolkodni. Tehát mi is itt ülünk, ezt az adást több tízezeren, százezeren meg fogják nézni, és ezek mindennek a újfajta gondolatoknak az eszkalációját fogják eredményezni. Tehát ez a László Ervin féle pillangó effektus, amit mi elgondolunk itt, ez képes bebillenteni folyamatokat, és nagyon gyorsan ezért kell nekik egy ilyen nagyon primitív, alacsony rezgésszintű, de olyan kultúrákat ránk szabadítani, ahol viszont a szaporulat száma, mint a patkányoknál, vagy az egereknél, és mindenkitől elnézést kérek ezzel kapcsolatosan, mert ez csak egy példa akart lenni, elárasztani ezeket a hiányzó élettereket. Most gyakorlatilag ezek a kultúrák viszont nem hozható konszenzus, ezek a kultúrák egyszerűen nem tudnak közösen élni, hanem valamiféle olyasfajta létrontás következő fázisa jön. Mert én mindig ehhez jutok vissza, hogy ha az ember fölébred, akkor a létrontást egyszerűen nem lesz hajlandó elviselni. Mindent meg kell ahhoz tenni, hogy ezt a kinyíló szellemet, ami most egyre jobban nyílik a szellem, mert vagy te is vagyok, vannak még egy pár ezeren Magyarországon, és ez exponenciálisan nő azáltal, hogy beszélgetnek, kommunikálnak, na ezt kell mindenféleképpen letolni, és azon a rezgésszinten élő embereket még ugyanúgy ezzel a mesével, meg kánoánnal, meg mindennel lehet még tartogatni. Tehát én itt látom az evolúciós ugrásnak az elválasztását, hogy megint ott fuldoklunk a parton, analógiában, tehát hogy valami változás kell, mert elfogyott az élettér alattunk, mert tönkretettük magunknak, most vagy lépünk egy óriásit, vagy kipusztulunk, illetve belemegyünk abba a multikulturális maszlakba, amit a létrontók szeretnének ránkényszeríteni. Hát én azt gondolom, hogy semmilyen tervezés az emberi történelem során nem volt. Tehát ez nem magától generálódik, tehát nem egyfajta tudatos háttérhatalom, az a 600 vagy 6000 ember irányítja ezt az egész dolgot, itt, amiben az emberek evickélnek, ez mind az embertől való, az emberi természetből fakad ez a létrontás? Igen, én nem hiszek abba, hogy itt bárki ezeket tervezné. Mindenki csak a maga dolgát csinálja, tehát a hangya-bój hasonlat tetszik nekem e tekintetben. A hangyák nem beszéltek össze, hogy kell egy bojt fölépíteni, mégis fölépítenek egy bonyolult. Vagy egy halra se beszéli meg, hogy alakuljanak ki egy gömbbe, igaz? Vagy egy... Igen, de hát hogy ugye a hangyaboj azért is mégis érdekesebb, mert ők egy társadalmat alkotnak, és abban mindenki csak az ösztönétől hajtva elmegy élelmiszer gyűjteni, beviszi a bojba,
ott megfelelően elosztják, etetik a kikelő lárvákat, vagy nem tudom, hogy hívják a kishangyákat, és így tovább. Ez egy évmilliók vagy százmillió év óta működő szisztéma, és soha senki nem beszél össze, nem tervezi meg. Az emberi társadalom is ilyen, hogy az egyes emberi érdekek és azoknak a kibontakoztatása. Tehát, hogy én nekem a támad egy ötletem, hogy föltaláltam valami kis bizgentyűt, arra csinálok egy vállalkozást, akkor az nagyon sikeres, akkor csinálok még ötöt, aztán már nemzetközi hálózatot építek ki. Közben lehet, hogy a bizgentyűről kiderül, hogy ez olyan rossz szokásokat alakít ki, mondjuk a gyerekeknek ez egy kedvenc játékszere lesz, és akkor már nem olvasnak, hanem ezzel játszanak, és itt tovább. Elszabadult valami, pedig én csak a saját, én szerettem volna jobban élni, és kitaláltam valamit. Na most ebből adódik össze az egész világnak a romlása, hogy gyakorlatilag a kedvenc témám az, hogy a 19. század vége felé belenyúlt az ember a saját evolúciójába, mégpedig a szaporodás szinten. Ugye nőtt az ipar, egyre több munkáskézre volt szükség. Megszűnt az a világ, hogy a nők otthon főzőcskéznek, nevelik a gyerekeket, és várják az urukat haza. Nőkre is szükség volt. Na most az a nő, aki élete során szül 10 gyereket, az nem alkalmas gyári munkára, mert hát ez állandóan kimarad, meg nem lehet rá számítani. Következésképpen elindult egy gondolkodás arról, hogy hogyan lehetne fogamzásgátlást kialakítani. Amikor kialakult végül a fogamzásgátlás, amit úgy tekintünk, mint a nők felszabadítása, mert egyfelől van egy ilyen arca is valóban, hogy már nem kell félni a nem kívánt terhességtől. Ebben a pillanatban, ha megfigyeled, utána néznél, írtam is egy könyvet, amikor a fogamzásgátlás elkezdett bevezetődni, akkor kezdték el a válást megkönnyíteni. Ugye régen nagyon nehéz volt elválni. Az emberek megbarátkoztak, úgy házasodtak, hogy ezzel a nővel kell, vagy férfivel kell éljem az életemet. Onnantól, hogy könnyű lett a válás, hirtelen nagyon sokan elkezdtek elválni. A nők hirtelen elkezdtek, mivel a fogamzásgátlás miatt szabályozható volt, hogy mikor essenek teherbe, elkezdtek iskolába járni, ez mind nagyon pozitív egyébként. De a férfi-nő kapcsolata alapvetően megváltozott. 20-30 év alatt jutottunk el oda, hogy a férfiak már nem akarnak házasodni, ha megnézzük például a házasságok és az együttélések arányát, akkor így megy le a házasságkötések száma, és így megy föl az együttélések száma. Ugyanígy növekszik az együttélésben született gyerekek száma. Az együttélésben ezeket úgynevezett diszfunkcionális családnak tekinthetjük, mert ezek hol együtt maradnak, hol szétmennek. Rengeteg gyereknek, a gyerekek többségének az az élménye, hogy már nem családban nőnek föl, hanem ilyen, hol ez az apukám, hol az az apukám. És gyakorlatilag pár évtized alatt teljesen átalakult az emberi társadalom működése. Férfi-nő viszonyon keresztül. Van egy kérdésem. Ugye ezt a korszakot én is elég sokat vizsgáltam, ami arról szól, hogy beindulnak a női emancipációs mozgalmak, és akkor megnézed, hogy mind alapítványok finanszírozzák őket, és akkor utána nézel, akkor ott van egy Rockefeller ház, akinek az a szándéka, tökéletesen jól mondtad, hogy minél több nő menjen az iparba dolgozni, egyre több adózó kell, ugye, mert a kamatrabszolgaságnak folyamatosan generálni kell a pénzt, és ezáltal ugye megint azt mondod, hogy ez önkéntesen alakult ki, de közben volt ott egy létrontó elve a háttérben, aki megint előadta magát, hogy akkor most a nőknek is adjunk szavazati jogot, közben a családot onnantól széttúrták, szétrobbantották, onnantól fel annyi fizetést kellett a férnek adni, mert hogy a nő is keres, és ketten tudták csak a családot egyensúlyozni, majd idő múlva odáig elnyomorították ezt a dolgot, hogy ma már 2-3 gyereket szinte lehetetlenség eltartani normális körülmények között. Tehát én nem érzem ezt az öngeneráló effektust, hanem egy csúnya létrontó szándékot érzek a háttér mögött, aki fölizgatta a hölgyeket, igen, nektek is kell szavazati jog, nekik ugyan a jogaitok vannak, mint a férfiaknak, és a nővel semmi, ugye neki az volt a szerepe, hogy mint édesanyaként szülje a gyerekeket, nevelje, családba, a család
családi erkölcse, a családi azért multikultúra kialakult, hogy ennyi a homoszexualitás, mindez a forrása, hogy a család mintát széttúrták szándékosan. Tehát nem gondolnám itt az önkéntességet, hogy az ipari forradalom volt ennek az oka, volt mögötte még egy csúnyább szándék is. Tehát ez az én álláspontom. Igen, hát most én erre azt mondom, hogy a tudományos elméleteknek mindig az egyik jó mércéje az, hogy mennyire gazdaságos, hogy ugye a Laplace-tól kérdezte a Napóleon annak idején, amikor elolvasta a csillagászati művét, hogy uram, hát ebbe az egész könyvben egyszer sem olvasom Isten nevét, és a Laplace azt felelte, hogy uram, erre a feltevésre nem volt szükségem ahhoz, hogy meg tudjam magyarázni a bolygók és csillagok működését. Tehát én azt gondolom, hogy te mondhatod, feltételezheted, hogy van egy ilyen előrelátó gondolkodás az ilyen lépésekben. Én meg azt gondolom, hogy ez inkább a dolgok logikájából jön. Hát az elég furcsa például, most egy hirtelen ugrásra mondok egy példát. Én gyerekkoromtól azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy ül az elméleti matematikus, kitalál egy újabb valami számukra már felfoghatatlan halmazelméletet, vagy végtelen halmazok. És akkor jön a csillagász, vagy a fizikus, és azt mondja, hogy jé, de hát ez nagyon is használható, mert ezzel remekül le tudok írni. És akkor mindig az derül ki, hogy a matematika valahogy az úgy tűnik, mint egy öncélú elméleti tudomány, és mindig kiderül, hogy abszolút a világot írja le. Na most ez azt jelenti, hogy van a dolgokban egy olyan rejtett logika, amit nem tervezett meg senki. Tehát az, hogyha a Rockefeller emberbaráti okokból, mert végül is jogos, hogy a nők kapjanak szavazati jogot, jogos, hogy dolgozhassanak, jogos, hogy elválhassanak, ha el akarnak válni. Ezek mind jogos igények. Csak senki nem látja, hogyha majd ezt meghúzzuk ezt a vonalat a jövőbe, hogy ez hova fog vezetni. Tehát amikor te egy kis gépezetbe, vagy egy nagy gépezetnek a kis fogaskerekét megpiszkálod, az a pont a pillangó effektus révén nem tudhatod, hogy aztán tovább gyűröző hatásából mi lesz a végeredmény. Viszont ahogy a kézműves cégek vagy a céhek átalakultak gyárakká, a gyárak most már ugye robotok fognak az emberek helyett dolgozni a gyárakban. Ezek mind a fejlődés. Ez egyszerűen erre azt mondhatjuk, hogy hát ez a fejlődés, mindent egyre jobban csinálunk, az ember egyre szabadabb, csak ennek mindig súlyos következményei vannak. És akkor mindig támad egy új probléma, amit akkor megint meg akarunk oldani, és a megoldással megint teremtünk másik két új problémát. De én nem látom ebben a túl okosnak képzelnénk mondjuk a Rockefelleréket, hogy ők a 19. században ezt így látták volna előre. Mm-hmm. Csak egy analógiát, hogy most ugyanilyen szándékú, jó szándékú alapítványok segítik a migráció, elindul több millió embernek a kezébe adják az utipasszust, a pénzt, hogy menjetek Európába. És az én szemszögömből, mert nekem van egy válaszom erre, gyakorlatilag az egész világot most már több ezer év óta a banki kamat rabszolgassága tartja fenn, és mindig kell egy olyan réteg, aki a kamatos kamatokat meg tudja majd fizetni. Most akkor folyamatosan a populáció csökken, akkor már egyszerűen nincs már, aki a kölcsönöket fölvegye, és a kamatokat visszafizesse, már pedig az egész vérszívó rendszer arra épül, hogy mindig kamatot termeljen a gazdaság, az emberek adóba, ebbe a balmaba, akkor neki folyamatos populációt kell például biztosítani Európába, ahol a vér, a szivattyúi leginkább működnek, de ez akkor Pist egyéni véleményem volt, és nem is akarom nagyon, hogy de nyugodtan válaszolhatsz erre a dologra. Tehát van itt egy motiváció, és amikor megnézed a híreket, ezek a kis alapítványok, akik annak idején a női mozgalmat támogatták, most a bevándorlás, hogy honnan kavarodott ide több millió ember, ez magától nem mer elindulni. Tehát ha nem kap készítést, ha nem kap támogatást, ha nem kap buzdítást, tehát ő se tudja, ebben egyetértek, hogy mi lesz ennek a vége, de mondta egy fantasztikus példát, volt ez a Lobachevsky meg Bolyai Farkas, a euklideszi geometriát adták be, akkor nem volt gőzünk se, de Einstein használta később, tudod, és ezek tényleg így vannak, hogy valahol megjelenik a mezőbe,
aki erre ki van hegyezve, az le tudja tölteni, és el tudja mondani a jövőt. Ezért nem bántanám a jósokat, mint ahogy a hangyászoknak is megvan a maga kis kollektív tudatuk, tudod, mert ott valóban az egy hangya nem tudja, hogy mit kell csinálni, de van valami közös tudatuk, amiben genetikai szinten bármilyen módon ezt hozták magukkal, és tudja a feladatát. Tehát, hogy van, tehát lehet, hogy külön-külön nincsen tudatuk, de hogy van egy közös tudatuk, ami látszik a végén, hogy mi lesz, egy tudatos cselekvés lesz belőle, na az meg feltételezhető. Én azt hiszem, hogy még sokat fogunk beszélgetni ezekről a dolgokról, mert sok dologban egyetértünk, de sok dologban még másképp látjuk a dolgot, de úgy a sportszer, hogy ezekre tudja mi válaszolni, amiket most feltettem. Hát én azt hiszem, ezt a menekült válságot, ezt nagyon, nagyon sokféle más szempontból is meg lehetne nézni, tehát ebben az említett könyvemben, amiben a férfinő kapcsolatát elemeztem, abban erre a problémára is kitérek, hiszen a csökkenő gyermekszám, tehát hogy már a nyugati társadalmak önmagukat sem tudják újra termelni, ez óhatatlanul teremt egy vákumot, amiben szükség van a bevándorlókra. Most nyilván nem ennyire, és nem ez teremtette ezt a helyzetet, tehát ők most nem azért menekülnek, mert fülest kaptak, hogy fogyóban van a nyugat. Én itt is azt gondolom, hogy rengeteg szempont van. Az embercsempészek azok megneszelték az üzletet, azok csak azért csempésznek, mert ez most jó üzlet. Akik segíteni akarnak embereken, mert nem bírják látni, hogy sárba fekszenek, meg éheznek, meg egyebek, azok nyilván egyszerűen csak a humanisztikus elvek miatt mennek segíteni, és így tovább. Tehát, hogy gyakorlatilag megint az van, mint a hangyáknál, hogy teszi mindenki a dolgát a maga meggyőződése szerint, és aztán ebből majd kisül valami. Jó, még elég fiatalok vagyunk ahhoz, hogy meglássuk ennek a dolognak a kimenetelét. Erről szeretnék veled beszélgetni még. Egy műsor sosem lehet jól befejezni, mert mindig új gondolatok nyílnak, mi beszélgetünk, mert én nagyon megköszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézőknek is a figyelmét, és az a nagy kérés, hogy legyen saját gondolatod. Tehát, hogy nem is bekapcsolod a mainstream médiát, azt mondja a doktor bácsi erről arról, próbáld meg itt belül megnézni, hogy benned mit csugal, és menjél utána, és kutassál, keresél újabb ismereteket. Megköszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. VNTV-t láttatok, ezen belül is az FAQ adásunkat, korábbi adásunkat a www.vntv.hu, vagy a YouTube megosztó portján látjátok. Viszontlátásra!